Sziasztok! A mai műhelyadásban egy olyan problémának mennénk utána, ami érdeklődésre tarthat számot Audi A8 körökben. Az alany az egy Audi A8 2004-ből D3-as kóddal, W12-es 6 literes motorral, de ez most mind érdektelen, mert ez a probléma, amit prezentálni szeretnék, hogy ez az autó egy olyan felszereltség, amiben benne van az a lehetőség, kulcs nélkül tudják kibeszállni. Van a gomba kilincsen, amit amikor távozol, megnyomsz, akkor be kéne, hogy záródjon az autó, ugye nincs rám a kulcs. Mikor közeledsz az autóhoz bármilyen irányból, és a kulcs elég, hogy a zsebedben van, ezt mutatom is. Ahogy közeledsz az autóhoz, nyílna. Most hát nyílik is, de ugye itt az a lényeg a dolognak, hogy ez a funkció abszolút nem működik. Ez a vezetőfelismerés, elindítás, biztonsági beengedés, tehát ezek a, nem tudom, a szakszóval hogyan fogalmazzam meg, de az a lényeg tulajdonképpen, hogy az autót jelenleg csak kulccsal, így nyomógombbal lehet zárni, illetve, látjátok, nyitni. Most ennek egy Kessy modul nevű gyakori mizéria és artéria a neve, úgyhogy az van, megpróbáljunk ennek utána menni most, hogy mi is okozza ezt a problémát, hogy miért nem működik ez a dolog benne. A kezdetnek kezdjük azzal, hogy közel megyünk a kocsihoz, csinálunk rajta egy hiba tár kiolvasást. Ez mindjárt egy feláll, látjátok, belép per indítás jog. Ugye itt az lesz ez a dolog, ennek az egésznek az a lényege, hogy hát vezető azonosítás, inkább így fogalmaznék. Mindjárt feláll a rendszer, kiolvassuk a hibakódokat, és akkor meglátjuk, hogy hova fogunk jutni. Kálány, vezélő nem válszol, teszünk rá egy gyújtást! Aha. Nya. Haladjon az élet. Aztán ott van. Hibakódok. Na, 6 hibakód, ez remélem meg tudjuk mutatni a képernyőn is. Bejutás, indítási jogosultság, vezetőoldali antenna, szakadás. Na most itt azért akkor van egy vezetőoldali antenna, egy utasoldali antenna, megyünk lefelé, hátsó lökhárító antenna, csomagtér antenna. Na, szuper. És még a belső tér antenna is, mindegyikre szakadást ír. Meg még van egy külső utasoldali kilincs érintő jeladó. Na most azért azt így hirtelenből azért azt én úgy gondolnám, hogy miután az autón azért rajta vannak az ajtók, illetve a lökhárítók, szóval nincsenek letépve ezek az antennák, én abba indulnék, hogy megnézném ezt a modult, ami azért bevallom, utána néztem, a Kessy modul helye ebbe a típusban a vezetőoldali ülés alatt helyezkedik el, ehhez az kell, hogy a ülést eltávolítjuk, de hát elég annyi, hogy hátra döntjük a hátsó üléssorra, és megnézzük, hogy hogy is néz ki ez a modul. Mondjuk jellegzetes lehetnek olyan hibái, ugye, hogy itt a vezető ülés alatt mondjuk a víz megáll, és akkor beázik, kontakthiba, korrózió, stb., de ezt mindent meg fogunk látni akkor, hogyha ezt a kis ülést itt hátra billentjük, úgyhogy én most ezt megfogom, és kipattintjuk innen ezt a kis darabot. Szóval eljutottunk, tadám, itt lakik, Kessy modul névre hallgató történet, ő itt alul, itt ő a fém tartó alatt. Tudom, ki lehet venni a teljes belső szőnyeget, meg mindent, ezért bevallom őszintén, gyarló szerelő vagyok én is, úgyhogy én úgy gondolom, hogy ez mindenhol így történik, és mivel nem palástalom, hogy én ilyen vagyok, ezért nem, a filmszínház kedvéért nem csináljuk másképp, mint ahogy történik ez az életbe. Szóval, céltárgy megvan, feladat, azért az látszik innen is, hogy hát itt nem volt víz, és most sincs. Tehát az a teória, hogy esetleg ez
meg van ázva, vagy valamilyen problémája van, valószínűleg nem igaz. Most itt van még két tartócsavar, ami ezt a modult lent tartja a karosszérián. Azért nem egy ilyen nagyon durva valami. Na, ott vagyunk. Lenn is vagyunk. És megszületik a modell. Yes! Na, várjatok egy kicsit. Így, hogy elférjek. Ki kell még fűzni a fülből. Azért azt, hogyha belenéztek, azért itt van még egy arasznyi hely a szőnyeg alatt. Szóval hangszigetelésből azért ott van az Audi, nem? Tudom, a régi Mercikben is ez van. De azért ez... Azért ez mindig megdöbbentő. Szóval itt a modell. Na, hát... Én úgy gondolom, hogy az általam elérhető skála végét kifutottuk. Tudjátok, ki következik most. Most jövök én. Egy huszáros vágással már itt is vagyunk a mi kis műhelyünkben, ahol itt van nálam a motorvezérlő. Az A8-asról egyébként azt érdemes tudni, hogy amikor az első A8-as megjelent 1994-ben, akkor volt 15 darab motorvezérlő benne. A gyári dokumentumok szerint 10 évvel később pontosan 5-ször annyi került bele, ami azért jól példázza azt, hogy itt szükség volt még egyéb fejlesztésekre is, ha nem akar magával vinni az autó még 500 kiló rezet. Azt mindenki tudja, hogy a CAN buszt azt már feltalálták. Ugye a CAN busz az egy kommunikációs eljárás, egy kommunikációs rendszer az autóban. Ezt valamik a 90-es évek elején vezették be. A lényege az az, hogy eszköz tud eszközzel kommunikálni, és nem kell egy központi vezérlőt még betenni a rendszerbe. És nagyon sok kábelt ezzel meg tudtak spórolni, hiszen csak 2 darab vezeték kell mindenhez, meg ugye tápfeszültség, de 2 darab vezetékkel mindent meg lehetett oldani, körbeért az autón, és attól villogott az index, attól bekapcsolt a ventilátor, tehát ez volt ugye az első nagy dolog. De az A8-ban sokkal, de sokkal, de sokkal több minden van, ezért megjelent benne a, hogy is volt? Igen, a Linbus. Pont ebben az Audiban. A Linbusnak az a lényege, hogy ez egy lokális, egyvezetékes adatrendszer, az mindig csak egy bizonyos helyen köti össze az együtt dolgozó berendezéseket. Legyen ez a klíma, a levegő beáramlást irányító modulok, vagy a tetőben lévő rengeteg elektronika, azt egy központi egyvezetékes soros kommunikációval dolgozó Linbus köti össze. Persze itt még mindig nincs vége, hogy mi van az A8-ban, van még a MOST busz, ami optikai kábellel köti össze inkább a multimédiás eszközöket, hát ott már valami 4,4 megabites sebességet érnek el vele, tehát ez volt ugye a harmadik kommunikációs rendszer, és természetesen a Bluetooth sem hiányzik még, hiszen van még egy-két dolog, ami ezt is használja az autóban. De térjünk vissza ehhez a Kessy modulhoz. A prémium AZ Meister Tile lekenőanyagok a legzordabb körülmények között is maximálisan teljesítenek. AZ Meister Tile lekenőanyagok az Onix autótól. Na, húzzuk szét. Hova tegyem? Mondjuk ide. Nézzük, hogy mi van benne. Itt van benne sor elé, ez itt a teljesítményfokozat, itt van maga a processzor, ez itt az a picike kis EEPROM, amiben ez egy 8 bites EEPROM, ez tárolja a kulcsadatokat. Hát ez a modul felelős azért, hogy azonosítsa és hozzárendelje a kulcsot az autóhoz. Itt most nem megyek bele mélyebben, hogy hogyan működik itt ez a kis 8 bites EEPROM, de nem annyira bonyolult, mint hinnénk. Általában ezekkel a modulokkal itt szokott a teljesítmény oldalon lenni a probléma. Ezek itt MOSFETek. Mi az a MOSFET? Térvezérelt tranzisztor. Most már beljebb vagytok? Hát nem. A tranzisztor az olyan, mint egy elektromos kapcsoló. Olyan, mintha egy nagy embernek a fülébe belesúgnál és elkezdene kiabálni. Vagy olyan, mint egy vízcsap. Pici kis mozdulattal állítasz rajta,
és ő átengedi a nagy vízsugarat. Most ezek a fetek nagy teljesítménynek a kapcsolására vannak kitalálva, gyorsak, sokat tudnak, és nagyon-nagyon picike a néhány millióm a nyitott állapotban az ellenállásuk, tehát tényleg olyanok, mint egy kapcsoló, és nagyon-nagyon gyorsan tudnak kibekapcsolni. Én nem hiszem, hogy ezen a szinten jobban vagy mélyebben bele kéne menni, de elmondom, mit fogok csinálni. Itt van, már megvásároltam korábban ezeket a jóval erősebb, bár hasonló, nem, ez nem igaz, hogy hasonló, mindenben ugyanazt tudják, mint ami itt benne van, annyival tudnak többet, hogy több áramot képesek elvezetni károsodás nélkül, nagyobb teljesítményt tudnak kezelni, ergo később fognak, vagy egyáltalán nem fognak letérdelni. Ezeket ki fogom innen forrasztani, kicserélem, valamint át kell majd azt is nézni, hogy itt a másik oldalon ezek az SMD alkatrészek egyben vannak-e még, és a forrasztásukkal nincs-e baj. Úgyhogy most jön az SMD forrasztás. Nem volt egyszerű leszenvedni róla ezeket. És jönnek a frissek a dobozból, amik nem csak frissek, hanem délcegebbek, sudárabbak, erejük teljében vannak. Így. Most még vissza kell forrasztani azokat a nagyobb alkatrészeket, amiket le kellett venni, csak azért, hogy hozzáférjünk a MOSFET-ekhez. De hát igazából ez az utolsó forrasztás, és utána meglátjuk, hogy sikerült-e megjavítani, mert hát ez egyelőre csak egy feltételezés. Ha sikerül, akkor átkozottul boldogak leszünk, ugyanis ezt a modult nem lehet megvenni bontóban, illetve hát meg lehet venni bontóban, de az autóhoz van rendelve, mivel ez azonosítja a kulcsot. Úgyhogy ez egy márka szervizes, meglehetősen drága szervizlátogatásos mutatvány, hogyha ezt a modult ki kell cserélni. Nyilván lehet programozni benne az EEPROM-ot, de azt nem illik. Főleg az ilyen apró áramköröknél, de igazából mindegyik áramkörnél, amikor kész vagyunk, akkor egy alapos optikai ellenőrzéssel kezdünk, hogy nem csináltunk-e valahol felesleges vagy nem kívánt rövid zárat. Ide azért ebbe eléggé rendesen bele lett nyúlva. Na, most ugrik a majom a vízbe. Összerakom a modult, és megyek vissza a műhelybe. Berakjuk, kipróbáljuk, hogy sikerült-e. Amióta Vágási Feri beszállt az internetre, azóta meg főleg veszélyek leselkednek ránk, de szerencsére, és ez itt most a reklámhelyen, mert mi is ezt használjuk, és tök jó, a Surfshark az eddig megoldott mindent. Surfshark.deals per Speedzone. Ez a lényeg.
hogyha bejelentkezel ezzel a kóddal, akkor 83% kedvezményt kapsz, és 3 hónapot ingyen, ami alatt lemondhatod, hogyha nem tetszik, csinál neked VPN-t, biztonságos böngészés, nem nyújják le a kártyáratáidat, minden rendben van, tudsz nézni Netflixet az egész világból például, és nem utolsó sorban, most 2,21 €, 3 hónap után, www.surfshark.deals/speedzone. Nagyon jegyezd meg. Közben este lett. Zoli mindig lebassz, hogy ne kopogjak. De hát ez van. Ha! Mi ez ez? Tegyük befele. Na jó. Na. Megnézzük, hogy mi történt. Itt ezt összecsinázzuk. Ho-ho-ho, hoppá. Ez a kis bajonettes motyócska. Júj, de nagyot húztam rajta. Be a be. Yes. Oké, dollár. Nézd már egy kicsit, mindenki. Laokon csoport lett. Yeah. Na, most az, hogy ezt itt lepihentetem így, ez egy dolog. Elméletileg, ha minden igaz... Oh! Figyeld, lé és kulcs a zsebben. Oh! Tadám! Jó, most ilyenkor kell, mi a szó, amit keresek? A köszönöm? Ezt mindig, és akkor ilyen hülye béna hülyeségekkel ilyen elmész a mennybe, hogy mekkora császár vagy. Nem megyek én sehová. És tényleg. Nem megyek én a mennybe, de azért így jól látni, hogy örültök. Igen? Persze. Na jó, várjál azért. Nézzük meg ezt a tetet. Már félek előre. Nem kell félni szerintem. A hibatároló kiolvasás az őszinte, mint a cicanadrág. Az lehet, látod. Na várjál, belép indítása, persze minden nulláról. Juhú, mi indult el itt? Jaj. Jézusom. Lenyűgöző felvételek a világ minden tájáról. Ki néz itt világtájakat? Darál. Yes, hiba codes. Utas oldali, igen, hát az érintő fogantyú, persze, hogy. Rövid zár, pluszra. Igen, jó. Azt törölt ki szerintem. Törölni, biztos benne? Hát természetesen, azért vagyunk itt. Azt a picsa. Azt a... Szóval... Jó, igen. Nagy király vagy te. Ez... De... Itt jegyezném meg, hogy most tudom, hogy azt gondolod. Én nem gondolok semmit. Nekem a boldogság ajándék. Érted? Igen? Igen. Arra gondoltam pont, hogy... Hogy akkor ezt az ajándékot összecsavarozzuk. És akkor nézzük meg, hogy mit csinál az autó. Azért ez menő. Bevallom. És ahogy nem látjátok, de itt mosolyog ez a béna tökorrú, itt vigyorog a kamera mögött. Mert azért megmondom őszintén, hogy ezek azok a javítások, ami ugye az embernek elmegy a hangulata, mert hát tudod, nem nagyon csinálja senki, illetve hát azért vannak páran, de ez egy ilyen maceravera. És tulajdonképpen ez is amúgy egy általános hibakód, nem? Mármint, hogy egy általános hiba ezekben. Tehát, hogy ha jól tévedek, akkor találtál azért a világ sajtóban olyan még ilyen tulajdonosokat, nem? Akik ezzel... Hát persze nyilván, meg azért ez hozzátartozik, hogy magában a műsorban ez nyilván egy alig fél óra, de sötétben értem vissza. Tudod, négy hét múlva. Négy hét múlva. Folytatjuk. Szakállal. Szakállal, igen, tényleg. Ugyanazt a ruhát kellett felvennem, tudod, 3 hónap múlva. De nem, tényleg egyébként ezt elég hamar sikerült megoldani. Ami egy jó dolog.
Pont ma erről beszélgettünk egy ismerősömmel, ugye felmerül a kérdés, hogy mi a mennyi, meg a miért. És majd, ha minden igaz, meg tudod mutatni, nem? Ezt a kis kütyüket, amiket ki elpákoltál belőle. Itt vannak. Aha. De biztos. Ez két darab N-csatornás MOSFET térvezérlési tranzisztorok. A különbség az az, hogy ezek 16 amperesek, és jóval kétszer erősebbet raktam be. Úgyhogy ja, hogy... többet most már nem fog. Hát egy kis upgrade azért került bele, igen. Azt akartam az előbb ezt mondani, hogy értem én, hogy ez elektronika világban, ezek ugye ilyen filléres szarok. Nem tudom másképp fogalmazni. Több száz forint. Igen. Most ennek azért a javítási összegekről, hogyha beszélünk, ez egy dolog, hogy ez egy filléres szar, viszont mondjuk egy vezérlőegység javításért, mint tudom, elkérnek 100 000 forintot, 80 ezeret, nem tudom, attól függ, hogy mi az, meg melyik. De hát, srácok, ez nem azt jelenti, hogy mondjuk az, aki ennyi pénzt elkér érte, az egy harácsoló, hanem megmondom őszintén, még ha meg is mutatják, akkor se tudnám ezt megoldani, mert gőzöm sincs, hogy hol, hogyan és mit kéne kicserélni. Ergo, azért kerül olyan sokban ez a, hogy is van ez a 1 forintos kalapácsütés? Tudod? Ja igen, hogy? Tudni kell, hogy hova kell ütni. Tehát értem én, hogy ez 3 fillér, meg biztos van köztetek is olyan, aki ezt meg tudja csinálni, de azért lássuk be, egy ilyen vezérlőegységbe csak úgy belenyúlni egy forrasztópákával. Ráadásul hát... nem is pákával kellett ebbe már, hanem ja, igen, SMD mert... forrasztóállomás is kell hozzá, ami szintén nincs a Tesco-ban. Hogy? Ha, rossz, keresik, rossz Tesco-ba jársz. Az ennyi, ahol én járok, ott van. Hát, ugye? Sőt, a eladó a pultba meg is tudja mutatni, hogy kell kicserélni ezt. Mondd még egyszer vissza, MOSFET, eddig tudtam. N-csatornás. Ja, ez fontos, MOSFET. Srácok, N-csatornás, igen. Hagyjuk már ezeket, hallod. Na jó, de ha belegondolsz, azért mekkora császárság, hogy most már be tudsz jutni ülni a kocsitba. Tud így kibezárni. Az egészben az a rossz, amikor tényleg van egy ilyen felsőpolcos autód, tud mindent, de mégsem. Pedig ott van benne a lehetőség, régebben tudta, most már nem tudja. Ez borzasztó fájdalmas. Na, hagylak szerelni, köszönjünk el a nézőktől. Ennyi, itt hagysz. Mit is szoktak még mondani? Hogy... iratkozzatok fel, igen? Csengetjük lent, fenn. Olvassátok, cikkeket. Nézzétek. Cikkek, igen. Igen. Nézzétek a mi kis műhely videóinkat, szeressetek, és köszönjük a figyelmet. Ciao. Sziasztok!